üzemfelújítás, új létesítmény beüzemelése, országos verseny rendezése. Mozgalmas ez az időszak a Testakadémia Pécs életében. Ismét az agrárium lesz a főszerepben. Augusztus 8-án kezdődik a 21. Szentlőrinci gazdanapok. Augusztus 5-től 9-ig Ördögkatlan 4 baranyai kisfaluban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják. Július 31-én csütörtökön tartsanak velünk. Teremfelújítás, új létesítmény beüzemelése, országos verseny rendezése. Mozgalmas időszaka van a Testakadémia Pécs tagjainak. A Pécsi Sport Nonprofit ZRT-vel közösen végezték el a fejlesztéseket, hogy a Hungarian Cross Challenge második fordulójának pécsi rajtjára szinte minden elkészülhessen. Nem gépek, hanem edzéstípusok várják a betérőket a Testakadémián. Az Egyesület egy éve költözött a sportcsarnok nyugati szárnyába, és most a PSN ZRT-vel közösen álltak a terem felújításának. Főleg eszközileg bővültünk, súlyemelő platformunk épült, hogy a súlyemelés mind az eszközeinket védje, mind pedig a teremben ne okozzon kárt, illetve a TRX termünk is új szőnyeget, új festést kapott. A új termünkben, Kertvárosban, hála Istennek nagy fejlesztést nem kellett létrehozni, hiszen úgy vettük át a termet, ez egy működő TRX terem volt, ott gyakorlatilag minden adott volt az edzéstartáshoz, több mint 10 kötelünk van, padlószőnyek, klímák. A Testakadémia a közelmúltban rendezte a Hungarian Cross Challenge második állomását, ami a crossfitterek országos versenysorozata. A sportolók profi és open kategóriában nevezhettek, és természetesen a nőket és a férfiakat külön értékelték. A legjobb eredményt talán Gubi Viktor érte el, aki a magasabb kategóriában második helyen végzett, illetve Rétházi Csilla is nagyon szép eredményt ért el ebbe a mezőnyben, ami egy elég erős női mezőny volt. Az alacsonyabb kategóriában Égi Fruzsina végzett második helyen, ebben az évben már másik alkalommal, úgyhogy nagyon örültünk neki, illetve jó magam sikerült a harmadik helyet elcsípnem, Takács Attilával nagy harcot vívva, ő negyedik lett. A bajnokságot a Pécsi Sport Nonprofit ZRT által üzemeltetett Várkői Ferenc Diák és Szabadidő Sportközpontban rendezték. Így az állóképességi és erő versenyszámokat is el tudták helyezni a pályak különböző pontjain. Feléhez ért a nyári diákmunkaprogram. A júliusi első és második turnusban összesen több mint 200 diák dolgozott az önkormányzatnál és a város cégeinél július 1-i, illetve 7-i kezdéssel Pécsett. Az országos programot a Nemzetgazdasági Minisztérium hirdette meg. A fiatalokkal 21 napos szerződést kötnek a helyi önkormányzatok. Augusztus 1-ével indul a következő turnus. A program keretein belül egyébként karbantartó, takarító, iratrendező, adminisztrátor, gyermekfelügyelő és kérdezőbiztosi munkakörben tudnak elhelyezkedni a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos pécsi fiatalok nyáron. Az önkormányzat és intézményei általában 3 hétig foglalkoztatják őket, ezzel közel 60 ezer forintot kereshetnek. Vendégem a stúdióban Mór Eszter, a Város Népjóléti és Sportbizottságának elnöke. Üdvözlöm! Szép napot, köszöntöm a nézőket! Lezajlott egy turnus, és többen vannak a diákok, a diákmunkások, mint amire számítottak előzetesen. Igen, szerencsére. Igazából két turnus, hiszen július hónapban 1-től 21-ig és 7-től 27-ig dolgozhattak nyári diákmunkán a diákok, és most következik a harmadik turnus, amikor is augusztus 1-től augusztus 21-ig több mint 300 fő vehet részt ebben a turnusban a diákmunkaprogramban. Általában hova helyezik el a diákokat? Lehet-e kérni, hogy valaki másfajta munkát szeretne, vagy mennyi beleszólásuk van a fiataloknak ebben? Ugye az idejében nagyon nagy volt a túljelentkezés, tavaly indult ez a támogatott program, és azt hiszem eljutott nagyon sokakhoz a híre, és ennek is köszönhető a program sikere. Úgyhogy ennek megfelelően az idén a munkaköröket nem tudtuk ígérni, a jelentkezéseket a munkahelyi központ regisztrálta, majd a foglalkoztatók által bejelentett munkaerőigények alapján tudunk munkalehetőséget biztosítani. Azért azt el kell mondanom, hogy a meghatározó és legnagyobb létszámban a közterületi karbantartó munkakörökbe tudunk lehetőséget biztosítani, ami ugye a pécsvárosi játszóterek, illetve
közparkok karbantartása, takarítása, felújítása feladatokat jelenti. Emellett azonban vannak hivatalsegéd munkaköreink, a szivárvány nyári napköziében gyermekfelügyelő munkakörünk, valamint a tükebusz feladatellátásához kapcsolódóan számlálóbiztos, és az egyéb cégeinknél, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-nél, valamint a Holdingnál speciális feladatok ellátásában segítkeznek még a diákok. Érkeztek-e már visszajelzések a cégek részéről? Hát a cégek nagyon örültek a lehetőségnek, hiszen nyáron nagyon nehéz megfelelni az elvárásoknak, hiszen a dolgozók nagy része ugye a szabadságaikat, a jogos és megérdemelt szabadságaikat kiveszi, ezért nagy a munkaerőhiány a cégeinknél a nyár folyamán, úgyhogy minden diák munkakéznek és fejnek nagyon örülnek. Ugye az elszámolóházba és a hivatalba ugye irodai munkára is igénybe veszik, úgyhogy az adóirodában például szinte nem is tudtak volna létezni a nyári kisegítő segítség nélkül, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképp folytatásra okot ad ez a program részéről, hogy a munkaerő igényre nyáron nagyon nagy szükség van, és azt gondolom talán a másik oldalról is biztatóak a jelek, hiszen a diákok is alapvetően pozitívan jeleznek vissza, örülnek, hogy munkatapasztalatot szerezhetnek. A kinti munkának is nagyon sok haszna van, hiszen nagyon sokan családi házas környezetben nem élvén, illetve városi diákként ugye nem találkoznak közterületi feladatokkal, és ilyenkor is ismerkedhetnek meg esetleg kézi szerszámokkal vagy növényekkel, illetve a kétkezi fizikai munkával, és azt gondolom, hogy ez egy életre olyan tapasztalatokat és olyan ismereteket ad, amit utána később hasznosítani és megbecsülni tudnak a diákok. Mi lesz most a menete akkor azoknak? Mit kell csinálniuk, akik elsőjével kezdenek? Hát elsőjén kicsit megadjuk a módját, és ünnepélyesebb körülmények között a szerződéskötés, illetve az adminisztrációs feladatok ellátására a közgyűlési díszterembe várjuk a diákokat, itt ugye tudjuk biztosítani ilyen létszámra a férőhelyet, valamint ugye nagyon sok az adminisztráció, hiszen a munka- és balesetvédelmi oktatásban mindenképpen részesülniük kell a dolgozó diákoknak, emellett ugye munkaszerződéskötés megtörténik, a munkaköri leírások kiadása, tájékoztató a szabadság, illetve a távollétek rendjéről, módjáról, illetve a munkaidőkeretben történő feladatellátás feltételeiről, és ezt követően hétfői napon már nagy üzembe mind a 300 fő megkezdi majd a tényleges munkavégzést. Ez akkor mit jelent, hogy összesen mennyien dolgoznak most ezen a nyáron a diákok? A három turnust ugye összevetve? Összesen a tervezett 300-hoz képest azt mondhatom, hogy Pécset több mint 500 diák fog a támogatott diákmunkaprogram keretében lehetőséget kapni, illetve jövedelemhez jutni, munkatapasztalathoz, és ebben segíteni a város feladatellátását. Mór Eszternek köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Ki fizeti a rezsicsökkentést? Ezt kérdezte a Lakásszövetkezetek megyei elnöke a Gazdasági Bizottság szerdai ülésén. A távfő ára 3,3%-kal lesz alacsonyabb október 1-től. Az árváltozásról állásfoglalást kell kiadni az érintett pécsi önkormányzatnak is. Az ülésen kiderült, 120 milliós kiesést jelent a csökkenés. Ezt azonban támogatásként megkapja a cég, nem közvetlenül a pécsiek fizetik. Csökken a távfő ára október 1-től. 3,3%-kal kell kevesebbet fizetniük a távfűtéses lakásokban élőknek. Ez éves szinten 150 millió forint veszteséget jelent a pécsi távfűszolgáltatónak. Kérdés, hogy ezt kifedezi majd, mondja a Társasházak Szövetségének megyei elnöke. Ezt a 150 milliót a város lakosságának kell megfizetni, mert ha igen, akkor ezt mindenki megfizeti, és ez nem biztos, hogy jó. Akkor nem kell átgondolt ez. Én úgy gondolom, hogy egy olyan határozatot kell hozni a városnak, hogy megfelelően tudja kompenzálni ezt a 150 milliós veszteséget. A távhődíj is szerepelt a Pécsi Gazdasági Bizottság július végi ülésén. Nem 150, hanem 120 milliós árbevétel kiesést jelent a 3,3%-os árcsökkenés, mondta a bizottsági ülésen az önkormányzati tulajdonban lévő PTÁV gazdasági igazgató helyettese. Azonban 2012 óta jelentős kiesés érte a céget a rezsicsökkentés miatt. A korábbi 10, illetve 11% az olyan 450-450 milliót okozott, tehát gyakorlatilag 1 milliárddal csökkent 2012-hez képest a
lakossági árbevétel, az úgymondja, aminek nagy részét azért támogatás formájában megkaptuk. A bizottsági ülésen Nagy Emil is ott volt, aki hangot adott az aggodalmának. Ki fizeti ezt a 150 milliót? Kiderült, nem a pécsiek fizetik közvetlenül a PTAF kiesését. Ezt mi a MAVIA rendszeren keresztül nyújtjuk be, és a MAVIR-tól kapjuk meg a támogatást, aminek gyakorlatilag a forrása a villamosenergia szerkezet átalakítási díjban képződik meg. Éves szinten ez elég tetemes összeg, Pécsetből igazán kis szelet. Ez a szerkezet átalakítási díj 1,3 forint kilowatt óránként. Ezt a villanyszámlájuk részeként fizetik a fogyasztók. Ebből fizeti a hazai távhőszolgáltatók árkiesését a MAVIR, vagyis a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT. A pécsi önkormányzatnak, mint érintettnek, állásfoglalást kell adnia minden évben a távhőszolgáltatás díjváltozásairól. Ez kerül a szakminiszter elé augusztusban, ezért tárgyalták július végén a távhőt érintő rezsicsökkentést a Város Gazdasági Bizottságában. Az enyhe tél és a csapadékos tavasz miatt idén különösen sok a szúnyog Magyarországon, ezért a kormány a katasztrófavédelem szervezésében segít az önkormányzatoknak a gyérítési munkákban. Ezt jövő héten folytatják. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelölte ki azt a területet, ahol a repülőgépes légi-kémiai szúnyoggyérítést végzik Pécs területén. A tervezett repülésekre augusztus 4-én, 5-én és 6-án kerül sor este 6-tól napnyugtáig. A szúnyogírtást K-Otrin ULV szúnyogírtószerrel végzik, mely a méhekre veszélyes. Arra kérik a méhészeket, hogy a méhek biztonsága érdekében a szükséges intézkedést haladéktalanul tegyék meg. Mezőgazdasági gépek seregszemléje, lóverseny, állatbemutatók és termékkóstolók. Többek között ezekkel várja a 21. Szentlőrinci gazdanapok az érdeklődőket. Az agrárvásár augusztus 8-án kezdődik, a szervezők 24 ezer látogatóra számítanak 3 nap alatt. Jövő hét pénteken kezdődik a Dél-Dunántúli régió legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása és vására, a Szentlőrinci gazdanapok. A Baranya megyei vállalkozói központ idén rendezi meg 21. alkalommal a 3 napos vásárt, mely 2014-ben is 50 ezer négyzetméteren terül majd el. Az idei évben közel 400 résztvevővel várjuk a látogatókat. Ebben nagyon nagy súllyal szerepel a mezőgép szektor, tehát az agrárgép kiállítók és a pavilonjainkban pedig azok a mezőgazdaságnak az általános vagy alapvető üzletágai, mint a növényállattenyésztés, vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, forgalmazás, finanszírozás. A rengeteg stand mellett többek között színvonalas programokkal, a Szentlőrinci vágta elő- és döntő futamával, illetve előadásokkal is várják majd a szervezők az érdeklődőket. A gazdanapok változatlanul szakvásár, ugyanazt látják nagyjából, amit egy agrárvásáron a többin is láthatnak. Különleges abban, hogy megépült a kistermelők háza, ez egy mezőgazdasági inkubátorház, ami a helyi termelőknek ad otthont, és ugyan nem lesz az avatása, de be tudjuk mutatni a közönségnek. Az augusztus 8-ától 10-ig tartó 21. Szentlőrinci gazdanapokra közel 24 ezer főt várnak a szervezők. Ebb-összeírási kérdőívet kaptak a pécsiek az utóbbi napokban. Egy kormánydöntés értelmében ugyanis 3 évente legalább egyszer össze kell írni a kutyaállományt. A szabály minden állattartóra kötelező, aki az adatszolgáltatást megtagadja, állatvédelmi bírsággal sújtható, illetve hamis adatszolgáltatás esetén szabálysértési bírság is jár, írja a Pécs Ma. A jogszabály célja, hogy átláthatóbb legyen a hazai ebb-állomány. A mikrocsipes ebb-adatbázis és az összeírás adatainak összevetésével sok minden kiderül. A városban a becslések szerint több mint 10 000 kutyát tartanak. Más városokkal ellentétben azonban Pécset nem lesz ebadó. Mintegy 400 programmal várja a fesztiválozókat a 4 baranyai kisfalu Nagyharsány, Kisharsány,
Palkonya és Berement, valamint a Villián terasz augusztus 5-től 9-ig. A 7. Ördögkatlan Fesztiválon 80 színházi előadás, 150 koncert, 30 kiállítás, 20 irodalmi esemény, 15 film és több mint 100 családi program közül választhat a közönség. Erről tájékoztatták csütörtökön a sajtóképviselőit. Díszvendég lesz Lajkó Félix, a Katona József Színház, Horváth Csaba és a Forte Társulat, valamint Lengyelország. Többek között Cseh Tamásról, a fesztivál egyik fővédnökéről daltanulással emlékeznek meg, aki 5 éve augusztus 7-én örökre távozott. Idén lenne 100 éves Rabálmester, aki az irodalmi Wurschlit csinálta a nagyharsági falu központban. Rá emlékezve lesz Rabálfutás, cirkuszolás, jósda, kéményről kiabálás. A pécsi Bölcsészudvar pedig Palkonyán várja a fesztiválozókat. A Beethoven 9. szimfóniáját gondolom egyfelől, az Beremenden lesz a Megbékélés kápolnánál, 8-án este. Tavaly kezdtük el ezt, hogy egy nagy koncertet, nagy klasszikus koncertet, tehát tavaly Mozart requiemje volt, most Beethoven 9. szimfóniája, de ugyanilyen nagy dolognak gondolom azt, hogy díszvendég lesz a Budapesti Katona József Színház, amelyik az elmúlt 30-40 évben egyértelmű, hogy Magyarország első számú színháza volt, és most is talán az. A B közében mostantól drágább lesz a belépő, és eltörlik a kedvezményeket is a PMFC stadionban. Kedden a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága a PMFC Mátiászt 600.000 forintos pénzbüntetés kifizetésére kötelezte. A bizottság szerint a pécsi szurkolók megbotránkoztató és politikai üzenetet tartalmazó rigmusokat kiabáltak, különböző tárgyakat dobáltak a játéktérre, valamint a rendzavarások miatt meg kellett szakítani a játékot. A bekiabálás és a rigmusok a B középből érkeztek, ezért a PMFC tegnapi döntése a B középben jegyet váltók számára kötelezővé válik a klubkártya kiváltása, a B középbe szóló jegyek árát jelképesen megemelik, online és helyszíni vásárlás esetén egyaránt 1600 forintra, valamint eltörlik az ide szóló jegyek diák és nyugdíjas kedvezményét is. Híradónk végén következzenek főbb témáink még egyszer, röviden. Teremfelújítás, új létesítmény beüzemelése, országos versenyrendezése. Mozgalmas ez az időszak a Testakadémia Pécs életében. Ismét az agrárium lesz a főszerepben. Augusztus 8-án kezdődik a 21. Szent Lőrinci gazdanapok. Augusztus 5-től 9-ig Ördögkatlan 4 baranyai kisfaluban. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!